Sziasztok izomvadászok és üdv az új otthon izomnövelő programban, teljesen ingyenesen, 5 edzésből áll, az összeset veletek együtt végig csinálom, úgyhogy ez egy olyan videó lesz, hogy velem együtt csinálhatod végig az egész edzést. Maga az ingyenes programot a videó leírásban találod, most pedig azt mondom, hogy kezdjük ma a mell, triceps, váll edzéssel. Az első gyakorlatunk a fekvőtámasz emelt lábbal, tehát a lábadat felteszed egy székre, az ágy szélére, a kanapé szélére, teljesen mindegy, a lényeg, hogy a lábad legyen magasabban, mint a kezed, és akkor csinálunk legalább 8-at, max 10-et, hogyha neked túl könnyű, akkor használhatsz egy hátizsákot, amit megtöltesz plusz súllyal, hogy nehezebb legyen, a lényeg, hogy 10 ismétlés legyen a max. Kezdjük a mai edzést, 3, 2, 1, és le! Nyolc, kilenc, tíz. Ez volt az első sorozat. Tartunk egy, majdhogy nem egy perces szünetet. Itt fontos, hogy a könyököt a vállizület alatt vezetjük el. Teljesen lemegyünk, a feneket pedig magasan tartjuk, tehát nem egyenesen tartjuk a testünket, ennyi. Figyelj rá, hogy olyan egyenes legyen, mint egy deszka. Vegyél pár mély levegőt, aztán jöhet a második sorozat. És mondom, hogyha túl könnyű, nyugodtan használj plusz súlyt, amit rácsatolsz, így mond a hátadra. Második kör, és le. Teljesen le. 4, gyerünk! 5, 9, 10, szép! Megint egy kis szünetet tartunk. Remélem már érzed a mellizmod, ha nem, használj plusz súlyt. És itt most a szünetben tényleg fontos, hogy lélegezz, vegyél mély levegőket. És hogyha kicsit lejött a pulzusod, jöhet is a harmadik és utolsó kör az első gyakorlatból. Visszamegyünk pozícióba. 3, 2, 1, és le! Gyorsan fel, lassan le! Kilenc, tíz, szép! Ez volt az első gyakorlatunk ma. Következő a sima fekvőtámasz széles kézzel. Ebből is csinálunk 3 sorozatot. De most 10-12 ismétlés. A cél az, hogy max 12 legyen, hogyha csak 10-et bírsz, az is jó. Kezdhetjük is. Megyünk pozícióba. Ha. És 3, 2, 1, le! Tizenegy, 12, szép, ez is megvan. Mondom, 3 kört csinálunk, ez volt az első. Rázd ki magad kicsit, vegyél mély levegőt. Nagyon meleg van itt bent. Hosszú nadrág, nem volt jó döntés, mindegy. Ha télen nézed ezt a videót, ne nézz hülyének. Jöhet a második kör. Fekvőtámasz pozícióba megyünk. És le. Teljesen le. Nyolc. Kilenc. 10, 12, megint szünetelünk, 4 levegőt veszünk, kell kicsit rász ki magad, aztán készülünk, 3. kör, pozícióba megyünk. 3, 2, 1, és le!
9, 10, 11, 12, és megvan a második gyakorlat is. Végig csináljuk ezt az edzést. Utána szépen fel leszünk pumpálva. Jó lesz. Harmadik gyakorlat, mellről nyomás ülve. Itt most leülhetsz egy székre, megint az ágyad szélére, kanapé szélére, nekem mindegy, de kell valami plusz súly. Lehet az egy súlyzó, lehet az, nem tudom, vízüveg, lehet az bármi, valami nehezebb tárgy. Én most súlyzóval csinálom, de mondom, nyugodtan lehet valami tárgy is. Itt is megint 10-12 ismétlés. Szépen leülünk. Egyenes háttal ülünk. És akkor a térdünkre letesszük a tárgyat, hogyha nem éppen egy kis vizes palack. Fellökjük a térddel, így. És akkor kezdődhet 3-2-1. Szépen fel, és le egészen a fül magasságáig. Vissza fel, 3, 4, 6, tartsd egyenesen a hátad, 7, 8, gyerünk, 9, 11, és 12, szép, letesszük, felsz kiragad, vegyél mély levegőt. Innivalót én most nem hoztam, hogyha nálad van, akkor így el. A tricepsért tesszük, a mellért tesszük, és a váll. Fogjuk a tárgyat vagy a súlyzót, újra leülünk, fellökjük, és jöhet a második kör, fel. 3, gyerünk, 4, lendület nélkül, 8, 9, gyerünk, 10, 11, és az utolsó, 12, mély levegőt. Szívd be a levegőt a hasadba is, és a tüdődbe is. Jól csinálod, kibírod, megcsináljuk. Még egy mély levegőt, aztán jöhet a harmadik kör. Fogjuk a tárgyat vagy a súlyzót, fel pozícióba, és 3-2-1, fel. Hat, felfele kifújjuk a levegőt, 8, gyerünk, 9, 10, még 2, 11, 12, szép, megvan ez is, jöhet a következő gyakorlat. Triceps nyújtás fekve, ahhoz megint kell a tárgy. Most, ha bal otthont hadod, nyugodtan arra feküdj, ha nincs, az sem gond, lefekszünk egyszerűen a padlóra, a hátunkra, fogjuk a tárgyat, vagy a súlyzót, és a fejünk fölött leengedjük. Nem tesszük le, hanem tartjuk a feszültséget, nyúljon a triceps. 3, 4, 5, gyerünk, 6, 7, 8, 9, megcsinálunk 12-t, gyerünk, 10, és még 2, 11, és 12, letesszük, szép volt. 3 kört csinálunk. Itt most kicsit rövidebb szünetekkel, úgyhogy rázd ki magad, vegyél egy mély levegőt, aztán készülünk is a második körhöz, fogjuk a tárgyat,
és pozícióba, 3, 2, 1, le, 2, 3, lassan le, gyorsan fel, 7, gyerünk, lassan le, gyorsan fel, lélegezz, 9, 10, már csak 2, megcsináljuk, 11, és 12, szép, próbáltam most kevésbé durván ledobni, jól jönne valami mini való, jól elfelejtettem, basszus. Lélegezz. Még egyszer állsz ki magad, aztán jöhet a harmadik kör a triceps nyújtásból. Lefekszünk, és megyünk le pozícióba. Egy harmadik kört, 3, 2, 1, le, és fel, le, és fel, gyerünk, 3, 4, gyorsan fel, robbanékonyan, megvan a fele, gyerünk, 7, 8, 9, nem adjuk fel, 10, gyerünk, 11, és az utolsó, azaz, nekem már szépen jött be a vér a tricepsbe is, rendesen érzem, de pontosan ezért csináljuk, hogyha ég, hogyha fájnak az izmaid, de jó értelemben, akkor örülj neki, ezért csináljuk. Rázd ki magad, mély levegőt, igyál egy slukkot, aztán jöhet következő mell gyakorlat, az a tárogatás van, legalábbis úgy van beírva a tervbe, de kicsit máshogy csináljuk. Fekvőtámasz pozícióba megyünk, gyorsan megmutatom. Fekvőtámasz pozícióba, és nem, miután lementünk, simán felnyomjuk magunkat két karral, hanem egyszerűen csak egy kar vezet fel, tehát ilyen oldalasan felnyomjuk magunkat vissza le, most a másik kar nyom fel. Tehát mindig így oldalra fel. És ezzel szépen el fogjuk találni a mellizmot, de a tricepsünk sem éppen fog szeretni érte. Megcsináljuk. Mély levegőt. Lemegyünk pozícióba. A cél az itt is 10-12 ismétlés. Le. És bal oldalt fel, 1, le, jobb oldalt fel, 2, le, bal fel, 3, gyerünk, jobb, 4, bal, 5, jobb, 6, gyerünk, 7, 8, 9, 10, 11, és utolsó, 12, szép. Ég a triceps, azaz, lélegezz, szükségünk van rá, nagyon izzadok, nagyon meleg van, szeretek izzadni edzés közben, adja az érzést, hogy effektív, amit csinálunk, igazából semmi köze nincs hozzá, igazából csak melegem van. Készen állsz vagy sem, vissza nem megyünk pozícióba, mély levegőt, aztán le, bal oldal, fel, 1, jobb fel, 2, 3, 4, 5, gyerünk,
6, 7, 8, 9, 10, 11 és 12. Szép. Égjen a mell, égjen a triceps, nyugodtan fájjon. Mély levegőket veszünk, ebből még egy harmadik kört ki kell bírnunk. Rázd ki magad. Megcsináljuk, végig küzdünk, mindent beleadunk. Na, pozícióba megyünk, utolsó mély levegőt, és levegyünk. Most a jobb oldalra kezdjük, jobb oldal fel, 1, bal, 2, jobb, 3, gyerünk, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10, már csak 2, gyerünk. 11, 12, szép! Hú. Most az oldalemelés következik, ahhoz megint súlyzót fogsz, vagy tárgyat, csak legyen valami súly a kezedben, és ezt nyugodtan állva csinálhatjuk. Itt most 12 ismétlés a minimum, 15 a max, úgyhogy nem is kell, hogy túl nagy súly legyen. Nekem most nincs jobb megoldásom. Pozícióba megyünk, húzd ki magad, tehát hátra a vállat, egyenesen állunk, és akkor oldalasan felemeljük a súlyzót, vagy a tárgyat, bármi is az. 3, 2, 1, és fel, 1, 2, 3, próbáld a könyöködet felhúzni, próbáld a mozdulatot könyökből hozni, kezed csak fogja a súlyt. Lassú, kontrollált mozdulatok, nem lendületből dolgozunk. Közben annyit dumáltam, hogy nem számoltam, de mindegy. Még négyet megcsinálunk, gyerünk! 1, 2, már csak 2, és az utolsó. Szép! Ez volt az első kör, ebből is 3 kört csinálunk. Ez egyébként az utolsó előtti gyakorlatunk, tehát már nincs sok hátra, most már mindenképp végig csináljuk. Fókuszálj a bálizmodra, közben beszélni is elfelejtek. Na, megint fogjuk a tárgyat vagy a súlyt, szépen kihúzzuk magunkat, mi van ma velem? Kihúzzuk magunkat, fogni a tárgyat, mély levegőt, és 3, 2, 1, fel. 1, 2, 3, fent próbálj egy pillanatra megállni. Érezd a vállizmod. Gyerünk, túl vagyunk a felén. Megvan a minimum. 13, 14, és egy utolsó, gyerünk. 15, szép. Folyik rólam a víz. Nagyon durva. Ilyen jót rég nem izzadtam. Innentől pulcsiban edzek. Rázd ki magad, vegyél egy mély levegőt, aztán folytatjuk is a harmadik sorozattal. 3, 2, 1, fel. Könyökből dolgozunk, gyerünk. 3,
4, 6, 10, azaz 12, megvan a minimum, 13, 14, 15-et lassan, nagyon lassan le, gyerünk, küzdj ellene, lélegezz, és megvan, szép. Már csak egy gyakorlat van hátra, szűk fekvőtámasz, ez megint nagyon a mellre fog menni, de a tricepsre is. Triceps. Gyerünk. Vegyél egy mély levegőt, igyál egy slukkot, annyi időt még hagyok. Aztán. Szűk fekvőtámasz. Az azt jelenti, hogy így válszélességben tesszük le a kezünket. Nem megyünk pozícióba. Válszélességben a könyököt. A vállizület alatt vezetjük el, és 1, 2, 3, 4, ha már nem bírod, menj le a térdedre, végig csináljuk. Kettő, még három, 13, 14, és az utolsó, ha, szép, megvan a 15, azaz, ebből 4 kört csinálunk, ez ilyen jó kis kipumpálás, gondolj az izomnövelésre, ezután megérdemeljük, jó nagy proteinséket. Most még 3 kört végig küzdünk. Szűk fekvőtámasz. Hogyha neked már túl durva, mondom, menj le a térdedre, kezedet kicsit szélesebbre is hozhatod, úgy kicsit könnyebb lesz. Lemegyünk. És 3, 2, 1. 3. Teljesen le, gyerünk! Lélegezz! Még 3, gyerünk! És az utolsó! Szép! Túl vagyunk ez a gyakorlat felén. Most tartok egy kis szünetet, így áll, rázd ki magad, lélegezz, nagyon fontos. Tudjátok, mi van a póló hátulján? Sok izzadság és never settle. Tudjátok, mit jelent? Nem állunk meg. Nem vagyunk elégedettek azzal, ahol most vagyunk. Küzdünk, hogy tovább jussunk. Van egy cél. Ez ebben az esetben az izomnövelés. Küzdenünk kell. Kilépünk a komfortzónánkból. Már csak 2 kör. Azt mondom, hogy folytassuk. Lemegyünk pozícióba. Mély levegőt, és le! Hat, hét, nyolc, kilenc, gyerünk, tíz, még egy, gyerünk, küzdünk, szép, Egyetlen egy kör maradt hátra. Végig csináljuk. Akkor is, hogyha már
égnek az izmok. Akkor is, hogyha már testünk azt mondja, hogy már nem megy, mi megy. Utolsó kör. Teljesen mindegy, hogy mennyit bírsz. Akkor is, hogyha már csak 5-öt. Most mindent kihozunk. Nem az a lényeg, hogy meglegyen a 15, és hogyha nem lesz meg, akkor nem volt sikeres az edzés. Pont az az, hogy sikeres már most is. Most már csak az utolsó pár ismétlést kihozzuk magunkból. Minden bele. Ígyunk még egy slukkot. Igyen helyettem is. Vegyél mély levegőt. Rázd ki magad. Gyerünk, felkészülünk mindent kihozni. Akkor is, hogyha közben le kell feküdni. Nem érdekel. Tovább küzdünk egészen, amíg én azt mondom, hogy stop. Mély levegőt. Lemegyünk pozícióba. Gyerünk. 3, 2, 1. Le! És 10, gyerünk! Már csak 2, gyerünk, küzdünk! És egy utolsó! Lassan le! Kontrolláltam, és... Fel! Ennyi volt a mai edzés. Szépen felpumpáltuk a mellizmot, a tricepset és a vállunkat. Remélem, hogy jót izzadtál, remélem, hogy jó volt ez az edzés. Ha igen, iratkozz fel, hagyj itt egy lájkot, és most húzd le egy durván nagy proteinséket, edzés után kell a fehérje. Most berakjak ide reklámot? 12% kedvezmény. Link a videó leírásban. Köszi, hogy itt voltál. Na, csá!